Bajnok fiatalok kapják meg jól megérdemelt aranyérmüket a Continental Arénában. A Nyíregyházi Sportcentrum U18-as fiú kézilabda csapata 18 győzelemmel és mindössze 2 vereséggel kiélezett küzdelemben jobb gólkülönbségének köszönhetően múlta felül a Diósgyőrt. Az együttes bajnoki címe azért is jelentőségteljes, mert a keret nagy része 2 fronton is helytállt. A legtöbben közülük meghatározó tagjai voltak az U20-as korosztály másodosztályában 4. helyet szerző gárdának is. Az volt a terv, hogy a két csoport tehát kiegészíti egymással, hogy együtt tudunk dolgozni, és hogy azt a bajnokságot megnyerjünk, de nyilván az első cél az volt, hogy a srácok fejlődjenek. Tehát voltak a gyengebb meccsek, ott olyan, aki pici gyengebb szinten volt, az játszott, voltak erősebb meccsek, nyilván akkor ott olyan játékosok játszottak, aki úgymond a legjobb, és akkor próbáltunk a teljesítményre összpontosítani. Nyilván tehát az volt a cél, hogy nyerjük meg a bajnokság, de közben a srácok is fejlődjenek, kapjanak a játék lehetőséget, és a sok tapasztalat szerezzenek meg. Jobbágy René immár 3 éve dolgozott együtt a bajnoki címet nyert korosztállyal. Az edző úgy látja, látványos fejlődésen mentek keresztül a játékosok, az aranyérem pedig elsősorban az erős csapatszellemnek köszönhető. Tudni kell, hogy ebből a keretből most több gyereket már elvittek, tehát úgy gondolom, hogy a munkánkat megmutatja az is, hogy nagyobb szinten tudnak ezek a gyerekek játszani. Több csapat észrevette, őket sikerült beilleszkedniük más klubokba is, viszont akik itt maradtak, ők is napról napra azért dolgoznak, hogy ilyen sikereket tudjanak megélni, mint például a mai nap. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum sportigazgatója elmondta, lépcsőzetes építkezés zajlik a kézilabda szakákban. Az egyesületnél azon dolgoznak, hogy erre a korosztályra alapozva hamarosan életre keltsék a felnőtt férfi kézilabdázást is. Erre gratuláció az egész csapatnak, a szakmai stábnak, a játékosoknak. Azért minden bajnokságon nagyon nehéz megnyerni, hiába egy harmadosztályú bajnokságról beszélünk, U18-as szinten. Egyértelmű célunk volt a feljutás és a lépcsőzetes építkezés, ez most sikerült is. 20-ból 18 mérkőzés megnyerve most került aranyérem a fiúk nyakába. Ebben a korban azért mindig össze kell egyeztetni a tanulást, a sportot. Kiváltképp így is büszke vagyok rájuk, hiszen mindkét részén helytáltak, és valóban ez a csapat lehet az, aki a következő generáció, az ifi generáció, majd később a felnőtt generáció alapjait megadhatja. Az U18-as csapat tagjai most egyéni edzésprogramot kapva pihenőre vonulnak, majd július végén kezdik meg a felkészülést az új idényre, amelyet már a másodosztály keleti csoportjában kezdhetnek meg.